Ukrajna hivatalosan optimista azzal kapcsolatban, ami az ellentámadás frontvonalán történik. Ezt állítja Volodymyr Zelenszkij egyik fő tanácsadója, Mihajlo Podolyák, aki Kijevből beszélt az Euronewsnak, és ragaszkodott ahhoz, hogy az ukrán erők fokozatosan haladnak előre, de a nyugatnak továbbra is támogatnia kell Ukrajna Oroszország elleni erőfeszítéseit. Van egy fontos dolog, amelyet partnereinknek meg kell érteniük. 20 éven keresztül féltek az orosz hadseregtől, amiről azt mondták, hogy a világ második legerősebbje. Majd azt várják, hogy napok alatt el fogjuk pusztítani. Ez kicsit furcsának tűnik számunkra. Ez a háború még egy kis időt vesz igénybe. Hogy mennyit, az attól függ, mennyi erőforrással rendelkezik Ukrajna. Jelenleg nem eléggel. Ezért reméljük, hogy az erőforrás ellátás növekedni fog, ami a támadó műveletek felgyorsulásához fog vezetni. Az ukrán elnök egyik legközelebbi tanácsadójaként arról kérdeztük Mihajlo Podolyákot, hogy van Volodymyr Zelenszkij több mint 530 nappal a háború kezdete után. Az elnök a lehető legkoncentráltabb munkaüzemmódban van, mert pontosan tudja, milyen tétje van számunkra ennek a háborúnak. Ez a háború számunkra alapvető értékekért zajlik, ez egy történelmi pillanat. Ennek megfelelően az elnök a lehető legnagyobb mértékben elmerül a háborúban, és a lehető legtöbb időt fordítja arra, hogy elemezze a háború során zajló folyamatokat, szinte folyamatosan online párbeszédet folytasson, mind kétoldalú, mind többoldalú párbeszédet. A háborúval kapcsolatban az elnök folyamatosan napra kész, állandó a belső kommunikáció, a fegyveres erőkkel, a dandár parancsnokokkal. Az elnök a lehető legjobban elmerül a háborúban, és igyekszik olyan megoldást találni, amely optimális a háború megfelelő lezárásához. Президент максимально погружен в войну и пытается найти решение оптимальное для правильной финализации этой войны. Csak hogy jól értsem, a háború megoldása magában foglalná azt is, hogy tárgyalóasztalhoz ülnek Oroszországgal? Kivel kellene tárgyalóasztalhoz ülni? Azokkal, akik demonstratív módon gyilkolnak és büntetlenül meg akarják úszni? Akkor a világnak fel kell tenni magának a kérdést. Készen állunk arra, hogy büntetlenül hagyjuk a gyilkosságot? Vállaljuk a felelősséget azért, hogy hagyjuk, hogy gyilkosok álljanak egy ország élén? Jelenleg tehát nem lehet tárgyalási folyamat, mert Oroszország nem akar tárgyalási folyamatot. Oroszország nem akar békét. Tudják, mit jelent az, amikor Oroszország tárgyalási folyamatról beszél? Oroszország a harcok intenzitásának drasztikus csökkentését akarja elérni. Meg akarja tartani az elválasztó vonalat. Oroszország a csapatait a megszállt területeken akarja hagyni. Így akarja hosszú időre befagyasztani a háborút, miközben tovább fegyverkezik. És ezután újra kezdi a terrorista támadásokat ellenünk. Megkapjuk a háború következő szakaszát, és így tovább. Oroszország nem akar békét. Kérem, gondolják meg, amit mondok. Nem lehet megállapodásra jutni olyan emberekkel, akik a területünkre lépnek, megsértik a nemzetközi jogot, és tömegesen gyilkolnak. A polgári lakosságunkat megerőszakolják, embereket kínoznak, több tízezer gyermeket rabolnak el, és így tovább. A népünket naponta támadják cirkáló ballisztikus rakétákkal. Ezt nem hagyhatjuk büntetlenül.